május 3-áig maradnak a jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések, az azt követő időszakról jövő heti ülésén dönt a kormány, mondta csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, minden feltétel adott ahhoz, hogy május 4-én elkezdődjenek az írásbeli érettségig, azonban Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár, a szakmai és szülői érdekképviseletekkel egyeztetve dönthet az esetleges halasztásról. Csütörtök reggeli adatok szerint Magyarországon 2284 igazoltan új koronavírussal fertőzött beteg van, 390-en gyógyultan távoztak a kórházból, 239-en pedig elhunytak a betegségben. Hatósági házi karanténban 10.942-en vannak. Folyamatos járványügyi készültségre lesz szükség a következő hetekben. A kormány ezzel kapcsolatosan is hozott a tegnapi ülésén fontos döntéseket. Döntöttünk arról, hogy a honvédség fertőtleníteni fogja az idős otthonokat. Ez protokoll alapján az intézmény vezetőkkel egyeztetve történik. Áttekintettük a nemzetközi gyakorlatot. Elsősorban azoknak az országnak a példáját vettük figyelembe, különösen itt Dél-Németországra és Ausztriára gondolok, amelyek néhány héttel a vírus elleni védekezésben előttünk járnak, ahol magasabb a fertőzés szám. Azt látjuk, hogy ezekben az országokban elkezdték a korlátozások enyhítését. Nálunk a jelenlegi szabályok május 3-áig életben maradnak. A nemzetközi gyakorlatban láttunk olyan enyhítő intézkedéseket, amelyeket mi egyenlőre még korainak tartunk, túlzottnak tartunk, például valamennyi diák visszaengedését az iskolákban még nem tartjuk időszerűnek, viszont azt a kormány is konstatálta a tegnapi ülésén, hogy a magyar egészségügy felkészültsége lehetővé teszi, hogy tervet állítsunk össze a magyar gazdasági élet újraindítására. Erre csak fokozatosan, szigorú menetrend alapján kerülhet sor. Május 3-a után a védekezés új szakasza kezdődik majd el. Olyan új szabályrendszert kell megalkotnunk, ahol a leginkább veszélyeztetett idősebb korosztály és a leginkább fertőzött nagyvárosok védelmét továbbra is megfelelő körülmények között tudjuk biztosítani, de az élet és a gazdaság egyre inkább újraindulhat. Erről a kormány a jövő szerdai ülésén dönteni fog. Most azt tudom mondani, hogy május 3-áig változatlan intézkedések és kijárási korlátozások vannak hatályban, de a kormány jövő héten ezeknek a megváltoztatásáról dönteni fog, figyelembe véve a nemzetközi gyakorlatot, figyelembe véve a járvány országon belüli elterjedését, és figyelembe véve azokat a szempontokat, amelyek egyre hangsúlyosabban szólnak a gazdasági élet újraindításának elengedhetetlen szükségessége mellett. Hallgatók a Nyíregyházi Egyetem egyik előadójában. A felvételek természetesen nem most készültek. Ilyen jelenettel már több mint egy hónapja nem lehet találkozni a Szabolcsi kampuszon, ahogy az ország egyik felső oktatási intézményében sem. Március közepe óta távoktatás keretében folyik a képzés. Az egyetem vezetése minden esetre továbbra is úgy készül, hogy a szokott időben be tudja fejezni a tanévet. Ennek megfelelően az eredeti időrenden sem változtatott, és a nyári záróvizsgákat is a megszokott időben tervezi lebonyolítani. Tehát június 17-e és 19-e között lesznek a záróvizsgák, és jelen helyzetben annyit tudok ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az egyetem vezetése úgy döntött, hogy megtartja a záróvizsgát, a fenntartó ajánlásának megfelelően úgy, hogy bejönnek a hallgatók, de nagyon szigorú óvintézkedések mellett, tehát minden szabályt még, hogy úgy mondjam, többszörösen is betartunk, túlzottan is betartunk, semmiképpen ne történjen ez a záróvizsgázók egészségkárosodására, vagy ne okozza azt, tehát nagyon odafigyelünk erre. A rektor helyettes hozzátette, a helyzet így a záróvizsgák tervezett időpontja is bármikor változhat a koronavírus járvány alakulásának függvényében. Minya Károly az egykori úgynevezett beragadt diplomás hallgatókat érintő engedményről is beszélt. Ők mentességet kaptak a nyelvvizsga megszerzése alól. A Nyíregyházi Egyetem esetében ez több mint 3000 embert érint, akitől most rengeteg megkeresés érkezik az intézmény felé.
türelemre kérjük a volt hallgatóinkat, akik megkaphatják a nyelvvizsgamentességnek köszönhetően a diplomájukat, hogy a honlapon tájékozódjanak. Hiába hívnak bennünket telefonon, hiába írnak e-mailt, higgyék el, hogy ez egy óriási munka, nagy felkészülést igényel, és amint lehetséges, kiadjuk nekik a diplomájukat. Tehát hangsúlyozom, nagy-nagy tisztelettel és nyomatékosan kérjük a türelmüket. Az egyetem munkatársai most az oklevelek kiállításához szükséges adatok összegyűjtésén dolgoznak. Bár ügyeletben kevesebbet volt, a nyíregyházi dr. Újhelyi Jánost az elmúlt hetekben sem kellett mellőznie betegeinek. A helyi önkormányzattal egyeztetve is a tiszti orvosi szolgálat rábólintásával, több társával egyetemben ő folyamatosan dolgozott, miközben sok 65 év feletti kollégája ezt nem tehette meg ebben az időszakban. Az emberi erőforrások minisztere márciusban ugyanis rendeletben tiltotta meg számukra, hogy részt vegyenek a közvetlen betegellátásban. Olyan munkát végezhettek csak, amely során nincsenek direkt kapcsolatban a paciensekkel. A napokban azonban kiderült, a folytatásban mégis a megszokott módon dolgozhatnak a 65 év feletti orvosok. Most az élet ezt felülírta, de ugye nem teszik jogszabályba, hogy most már tessék dolgozni, hanem opcionálisan, tehát ha valahol meg tudják azt oldani, hogy úgy is dolgozzon az illető, hogy 65 év feletti vagy krónikus beteg megteszi azt a biztonsági intézkedéseket, akkor teheti. Tehát volt eddig is, aki idősebb volt és krónikus beteg és dolgozott, hiszen rengeteg a krónikus beteg az orvos társadalomban is. Dolgozott az is, aki 65 év felett ide otthon és onnan irányította az ellátást. Most meggyőződésem, hogy lehet, hogy lesznek olyanok, akik azt választják, hogy mégis bemennek a rendelőbe. Mint a Népszava írja, a magyar egészségügyben a legrosszabb helyzetben az alapellátás van, ahol aránytalanul nagy számban vannak 65 év felettiek. Újhely doktor elmondása szerint pedig Nyíregyházán és máshol a megyében is sok az idős kolléga. Hozzátette, a távgyógyítás megoldása sem olyan egyszerű, ezért ő örül a kormányzat rugalmasabb hozzáállásának. Úgy tudja, az elmúlt hetekben, ha különféle módokon is, de megoldották a betegellátást az otthonról dolgozó orvosok is. Ez is ugye mindig egyénél válogatja, mert a számítógépes programokat felügyelő vagy csináló programozók kitaláltak egy olyan applikációt, ami mobilról is működik, meg hát ugye is tudjuk, hogy távirányítás is lehetséges. Többfajta megoldást láttam, volt olyan kollega, aki otthon ellátta tanáccsal az embereket, felírt dolgokat papíron, és az asszisztense, aki fiatal és az rendelőben volt, annak elküldte lefényképezett üzenetként, hogy ezeket írja föl. De van olyan is, aki pedig otthonról tudott recepteket írni. A Népszava szerint országszerte a kórházakban valamivel jobb volt a helyzet. Ezekben 10 orvosból nagyjából 2 lehetett érintett, tehát megoldható volt a helyettesítésük. Nagy a csapadék hiány a földeken, és ha a következő 1-2 hétben nem jön megfelelő mennyiségű eső, az jelentős terméskiesést okozhat a kalászosoknál és a káposzta repcénél is. Eközben az előkészítő és az ültető-vető munkák folyamatban vannak a gazdaságokban. Jelen pillanatban talajelőkészítés, illetve a burgony és a napraforgó ültetése, illetve a napraforgó vetése, ami folyamatban van, illetve valami már befejeződött. A őszi kalászosnak már régen megtörtént a fejfelágyázása, illetve a őszi káposzta repcének. Hát sajnos a csapadék hiány az már nagyon-nagyon érzékelhető, különösképpen a káposzta repcénél. Még a kalászos az bírja úgy, ahogy, de a káposzta repcénél már sajnos, hogy az elkövetkező 1-2 hétben nem jön csapadék, akkor ott már komolyabb terméskieséssel lehet számolni. A fagy a kalászosoknál és a repcénél nem okozott számottevő károsodás Gyulatanyán, azonban néhány fajta a kísérleti telepen is a hideg időjárás hullám áldozatává vált.
Hál' Istennek Gyulatanyát elkerülte, illetve volt azért mínusz 5-6 fok egy-két napon, de a repcénél sem vettünk észre semmi, illetve a kalászosnál nem vettünk észre semmi olyan számottevő károsodást. Voltak olyan fajták, amik megsínlették, mert ugye nálam van körülbelül 160 fajta repce, illetve 80 fajta kalászos. Vannak olyan fajták, amiken nem látom más látszik, de reméljük, hogy kiheveri. A többi növény, még a kukorica, a napraforgó, borsó, ezek még nem keltek ki, burgonya, tehát ott nem ért káros. Egy viszont biztos igaz, hogy sajnos a nagyon-nagyon hideg időjárás miatt a talajhőmérséklet alig-alig ment fel még 10 fok felé. De a múlt héten is csak 8 fokot mértünk, tehát ami nem optimális a vetésekre, de ugye muszáj ugye csinálni, hogy ne legyen torlódás. A koronavírusra a gazdáknak is fel kell készülniük, és elővigyázatosan kell a munkákat végezniük, ugyanis egy vírusos esetet követő karantén jelentős csúszást, és ebből kifolyólag terméskiesést is jelenthet a termelőknek, tette hozzá Augustinyi András. Ha nem optimális időben történik a vetés, ez terméskieséssel jár. Ez különösen a kukoricánál hatványozottan figyelem, hogyha mondjuk történesen 2-3 hétet, tehát átcsúszunk májusra a vetéssel, akkor egy késői kukorica, hogy októberre nem adja el a vizét, tehát iszonyatos vízzel történik az aratás, ami a gazdának abszolút nem kedvez, mert akkor a szállításra rámegy a költség. Jelen állapotok szerint a vetéseket folytatni tudják, az időjárás nem hátráltatja a munkálatokat, azonban az esőre nagy szükség lenne mindenhol, tette hozzá a gyulatanyai kísérleti állomás vezetője. Közel duplájára emelkedett a házasságkötések száma a tavalyi eddigiekhez képest Nyíregyházán. A megyeszékhely címzetes főjegyzője televíziónknak elmondta, már 2019-ben is megfigyelhető volt, hogy a kormányzati intézkedések hatására is országosan jelentősen emelkedett, Nyíregyházán pedig több mint egyharmadával nőtt a házasságkötések száma. A 2019-es évben az elmúlt 25 év legmagasabb házasságkötési száma realizálódott, 682 pár kötötte össze az életét. Összehasonlításként a megelőző évtizedben ez a szám folyamatosan 500 és 550 között volt, tehát ez egy egyharmados, bő 30%-os növekedést jelentett. Ez a tendencia nem állt meg 2020-ban sem, az idei évben eddig több mint 100 pár, egészen pontosan 104 pár kötötte össze az életét, és ez lényegesen magasabb, majdnem duplája, mint a tavalyi év első 3-4 hónapjának a számai. Tehát azt állapíthatjuk meg, hogy ez a tendencia, ami egy éve kezdődött, nem várt meg, hanem egy folyamatos lendületben maradt továbbra is a szám. Nyíregyházan azért sem csökken a házasságkötések száma, mert itt kiemelten odafigyelnek a higiéniára és biztonságra a járvány és a koronavírus idején, tette hozzá a főjegyző. Ez azt jelenti, hogy a párral együtt legfeljebb egy tucat személy tartózkodhat a házasságkötő teremben, őket az elvárásoknak megfelelően elkülönítjük egymástól, tartjuk a szociális távolságot, és emellett minden egyes házasságkötés után takarítjuk és fertőtlenítjük a helyiséget. Úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések is hozzájárulnak ahhoz, hogy nálunk biztonsággal lehet továbbra is házasságokat kötni. Az egész évre nézve eddig összesen 8-an mondták vissza az előzetesen lefoglalt időpontjaikat, tehát akik úgy döntöttek, hogy össze szeretnék kötni az életüket, azok ezt meg is teszik, és az újabb bejelentkezések is azt mutatják, hogy tovább erősödik a házasodási kedv, tette hozzá a város címzetes főjegyzője. A koronavírus járványhelyzet miatt a bajba jutott állatok mentésével foglalkozó állatmenhelyek nem várt nehézségekkel találhatják szembe magukat. Idővel jelentős problémát okozhat a menhelyen tartott állatok megfelelő takarmány ellátásának biztosítása is. A NABI az aktuális helyzet nyomon követése érdekében folyamatos kapcsolatban áll az állatvédelmi ernyő szervezetekkel, és kapcsolatai révén igyekszik segíteni a nehézségek kezelésében. Az igények és a segítség hatékony összekötéséhez fontos, hogy az ellátási gonddal küzdő menhelyek jelentkezzenek valamelyik állatvédelmi ernyő szervezetnél. Szakmai ernyő szervezeteknek tekintjük azokat a szervezeteket, amelyek több menhelyi tagsággal is rendelkeznek, tehát több menhely is a tagjuk, és ezeknek a tagszervezeteknek az érdekeit próbálják képviselni. Jelen pillanatban
A tapasztalatok azt mutatják, hogy most még nincs napi szintű ellátási probléma, de az örökbeadások és a támogatások jelentős visszaesése miatt a következő hetekben komoly problémák elé nézhetnek ezek a menhelyek. Szabolcs megyében 5 darab állatmenhely található, Kisvárdán, Máté Szalkány, Irmadán, Nyíregyházán és Vásárosnaményban. Azt gondolom, hogy 3 fontos témáról kell említést tennem a menhelyekkel kapcsolatosan, ez pedig az élelmezésnek a folyamatos biztosítása hosszú távon és rövid távon is, a menzai maradékok megszűnésével, a menzai konyhák bezárásával sajnos nem biztosított az állatoknak a folyamatos élelmezése, ezért az állatmenhelyek rákényszerülnek, hogy vagy saját költségvetésből vásároljanak, vagy adományozóktól kapjanak száraz tápot, illetve konzervet, hogy az állatokat el tudják látni folyamatosan. De ők ugye fogyasztanak, esznek naponta, tehát ezek a készletek folyamatos feltöltést és utánpótlást kívánnak. A másik probléma az örökbefogadásoknak a visszaesése. A harmadik nagyon nagy probléma, amiről kiemelten szeretnék szót ejteni, az pedig a tavaszi ivarzások utáni almoknak a megszületése, és előszeretettel hagyják ott nagyon sok felelőtlen gazda a megszületett kiskutyákat a menhelyek előtt, illetve záróra után bedobálják őket az állatmenhelyekre, ami már csak azért sem jó megoldás, mert ezeknek az állatoknak a legnagyobb része ebbe belehal. Hasonló esetekkel rendszeresen találkozik a Nyíregyházi Állatbarát Alapítvány is. Élelmezés szempontjából viszont ők most jól állnak. A járvány kezdetén a felvásárlási roham miatt pár napig egyáltalán nem kaptak húst attól az élelmiszerlánctól, amelyikkel szerződésben állnak. Később azonban ez megváltozott. Közel 300 kiló gyönyörű, szép, friss és illatos csirkemellfilét kaptunk, ami megdöbbentett igazából, hogy most akkor ezt hogy, hiszen ugye a csirkemellfiléért sorban álltak az emberek. Ezek ugye egy-két napja lejárt dolgokról beszélünk. És ugye hát azt beszéltük, hogy valószínűleg az történhetett, hogy az emberek bespájzoltak, mindenki ugye telerakta a fagyasztóját, de hát embertelen mennyiség lett felvásárolva ugye ezekből a dolgokból, és hát nyilván nem fogyasztunk el ennyit, egy normál háztartásban nem fogy ennyi. Az áruházak gondolom berendelték, hogy felkészül a következő nagy rohamra, viszont anyakukon maradt, úgyhogy hát ez nem persze természetesen, de ebből is látszódik, hogy annyira hektikusan működik most minden, és annyira nem lehet kiszámolni sem a fogyasztás, sem a vásárlás, sem semmit, hogy gyakorlatilag senki nem tud ehhez alkalmazkodni normálisan. Azoknak a menhelyeknek, amelyek nem ilyen szerencsések, a NÉBI az ernyő szervezetek segítségével juttatja el a szükséges élelmiszert. Az Országos Kereskedelmi Szövetség az áruházláncokon keresztül segít, és néhány tápgyártó is csatlakozott a kezdeményezéshez. Ezeknek a felajánlásoknak köszönhetően várhatóan az igények nagy részét így ki tudják majd elégíteni. A NÉBI azonban arra kéri a menhelyeket, hogy reális igényeket fogalmazzanak meg, és a járványhelyzet miatti kiesés pótlását kérelmezzék. Köszöntöm a kedves nézőket! A megyében több főútvonalon tartanak az a munkálatok, amik forgalomkorlátozást jelentenek. Elsőnek a 38-as számú főútvonal, Nyírtelek város belterületén mindkét irányba útfelmarás lassítja a közlekedést a nap 24 órájában. De napközben reggel 7 órától délután 17 óráig váltakozó irányba jelzőröki jelzőtárcsával engedik a főútvonal forgalmát. Az arra közlekedők sebességkorlátozásra, előzési tilalomra és az útburkolat mellett lévő leálló sávban is megállási tilalomra számíthatnak. És lassúbb haladás, mint egy 2 kilométeres útszakaszon a 38-as főútvonal Nyírtelek belterületén. Érintett még főútvonal tekintetében a 4-es számú főútvonal, ahol szintén az úton folyó munkálatok forgalomkorlátozást eredményeznek úgy Nyíregyháza belterületén, illetve Kisvárda külterületén. Rengeteg a mezőgazdasági gép a megye főútvonalain, főleg a kora reggeli késő esti időpontban több mezőgazdasági munkagéppel, vontatmányokkal találkoznak a közlekedők, kérem, hogy a haladásukat segítsék. A mezőgazdasági járművezetők pedig irányváltoztatási szándékukat jó előre jelezzék, hogy a mögöttük, illetve a szemből érkezők erre időben tudjanak reagálni. Nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági gépek
ki legyenek világítva a nap 24 órájában a lakott területen kívül, és rájuk is vonatkozólag kötelező a világítás. Több baleset is történt az elmúlt órákban a megye területén. Tegnap délután Nyíregyháza belterületén kerékpáros és személygépkocsi ütközött a Kossuth utcán. A kerékpárost súlyos sérülés gyanújával szállították a mentők ellátást követően kórházba. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és annak körülményét. Ajánlott lakottelten kívül is több helyen a sebességkorlátozásokra figyelne a járművezetőknek, hiszen a 24 órájában nagyon sok esetben mérik a gyorshajtók sebességét. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra! A hetedik helyen állt a szezon lezárásakor az NV2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. A Csapos János által irányított együttes a téli szünetben is ezt a pozíciót foglalta el, tavasszal viszont szerettek volna a dobogóra kerülni a bátoriak. Végül azonban csak 4 meccset játszhattak le Szűcs Balázsék. Megkezdődött a tavaszi sorozat, mindjárt egy nagy pofonba szaladtunk bele. Az első mérkőzésen Hajdúböszörményben sajnos egy gólos vereséget szenvedett a csapat. A második fordulóban parádés játékkal 10 gólos győzelmet arattunk a Füzesabony ellen. Aztán a harmadik fordulóban, ami minden csapatnak nagyon nehéz, és az egy kiváló teljesítmény, hajdunánási oroszlán barlangból is, hogy így mondjam, sikerült elhozni a 2 pontot, ami igazán szép teljesítmény volt, és ez reményt adhatott a negyedik fordulóban a Deac elleni felkészülésünkhöz. A Deac ellen különösebben, ugye, aki torony magasan vezette a csoportban a bajnokságot, olyan elvárás volt, hogy mindenki hozza ki magából a maximális tudást, és majd az eredmény alakul, ahogy alakul. Hát ez ment is a második félidő 10. percig, mert fej-fej mellett haladt a 2 csapat. Aztán akkor nem részletezem a körülményeket, de az utolsó 20 percre sajnos beleszaladtunk egy 9 gólos vereségbe. Nyírbátorban a felnőtt csapat mellett kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás bázis bővítésére is. Nagy esélyünk volt a bajnoki cím megszerzésére ifjúsági vonalon. Sajnos az ismert körülmények között ez sem következhetett be. Aztán továbbépítettük, sikerült előrelépnie a serdülő csapatunknak, az U15-ös csapatunknak, az U12-es csapatunknak. Elkezdték a bajnokságot az U9-es, az U10-es kis csapataink is, és számunkra ez nagyon fontos volt, hogy ezeket a gyerekeket minél nagyobb számba vonjuk be a klub munkájába. Ez sikerült is, edzőink odaadóan dolgoztak a gyerekekkel, sajnos nem mehetett végig a tavaszi szezon. Mint Petneházi Zsolt elmondta, a felnőtt csapat játékosai jelezték, hogy a következő szezonban is Nyírbátorban szeretnének játszani, így amit lehetséges lesz, változatlan kerettel kezdi majd el a felkészülést a csapat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 23-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb, holnap várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra!